Felolvasó maraton tartottak a Király Helmeci Szakközépiskolában a Magyar Költészet Napja alkalmából. A félnapos rendezvényre a tanintézmény a saját diákjain kívül a környező alapiskolákat hívta meg immár negyedik alkalommal. A szervezők célja a József Attiláról való megemlékezés mellett az irodalom népszerűsítése a fiatalok körében, és nem utolsó sorban egy kellemes délelőtt eltöltése irodalomkedvelők társaságában. Az az ember templomról álmodott. Tudta. Kövek hevernek szerteszéllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Minden osztályból azok, akik szeretnének részt venni a maratoni felolvasón, jönnek, hozzák magukkal a verset. De hogy színesebb legyen és érdekesebb is, és együtt ünnepeljük ezt a születésnapot, ezért meghívjuk az alapiskolás diákokat is. Az idén 6 iskola fogadta el a meghívást. A diákok a kedvenc verseiket, prózáikat hozták el, és azt olvasták fel a társaiknak. Ez a Bolyban tanuló diáklány Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből olvasta fel a kedvenc részletét. Azért tetszik nekem az a részlet, mert akkor a magyarok elhatározták, hogy nem engedik, hogy a törökök elmenjenek a Miskolcra és Kassára is. Mert ha nem védték volna az Eger várát, akkor a törökök elmentek volna már Kassára is és Miskolcra is, és legyőztek volna minket. A rendezvényen részt vett a nagykaposi Erdélyi János alapiskola is. Az igazgatónő 4 diákjával érkezett a költészet napját ünneplő maratoni felolvasó délelőtre. Ő maga is bekapcsolódott a maratonba, így mutatva példát a gyerekeknek. A gyerekek olyan verssel jöttek, amit ők választottak, lehet, hogy volt olyan is, amit együtt megbeszéltek a tanítónénivel. És én jó magam is nagyon szeretem a verseket, úgyhogy nagyon nagy örömmel kísértem és hoztam őket. Jó magam 40 éve szavalok a polgári esküvőkön, Nagykaposon, de természetesen nem csak olyan jellegű verseket, hanem tényleg mindenfélét találtam is egyet a minap, amelyiket miután elolvastam, tudtam, hogy ez az én versem, a tanítókról szól. József Attila egy olyan költőnk, aki egész életében vágyott a szeretetre, és úgy gondolom, hogy ezt a szeretetet itt most már a diákoktól megkapja. Tehát ilyen költő, ekkora hatalmas munkával, anyaggal, verssel a háta mögött megérdemli, hogy megünnepeljük. Megzenésített versek is színesítették a délelőtt programját. Örkény István egy perces novellái hatására egy rövid novellát is írtak a különböző iskolákból érkezett csapatok. Népszerű a kortárs vers és próza, de klasszikusokat is szép számban idéztek a diákok. Arany Jánost, Petőfit, Adit, József Attillát, Radnótit, Márait, vagy éppen Örkény Istvánt.